megújult a kakasdióvoda, melyhez hozzáépítettek egy teljesen új, hétfőbefogadására alkalmas minibölcsődét is. A terület- és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően a bruttó 195 millió forintot meghaladó pályázat keretein belül többek között új tetőszerkezet került az épületre, valamint energetikai korszerűsítést is végrehajtottak rajta. Selné Simcsi Korsoly a polgármester elmondta, a hőszigetelésen kívül új nyílászárókat is beépítettek. A korszerűsítés, a fűtés és villanyhálózatra is kiterjedt. A tetőre új héjazat került, és a tetőszerkezet is megerősítésre került, valamint energetikai korszerűsítést is végrehajtottak az épületen, új nyílászárók kerültek átadásra, hőszigetelés került az épületre. Hozzátette, nagyon örül, hogy megvalósult ez a felújítás, ugyanis 40 évvel ezelőtt végeztek hasonlóan nagyszabású munkálatokat az épületen. Egy rekordtán felületű sportpálya kialakítására került sor, ez szintén Magyarfalus pályázat, és ennek az értéke bruttó 28 millió forintot meghaladja. Maga a pályát tartalmazza ez a pályázat, valamint 39 féle eszköz került átadásra a gyerekek nagy örömére. A sportpálya mellé többféle labdát, egyensúlyozó és készségfejlesztő eszközt is beszereztek, amik jótékony hatással vannak a gyerekek mozgásfejlődésére.